69. december 28. A mindenkivel vele született hit, mint minden megtalálható, nem mindig található meg, jobban mondva nem mindenki tudja felfedezni magában azt a benne rejlő rajtakívüliséget, ami a leélt élet stádiumában számtalanszor kikényszerül létünkből, bizonyos szituációkban pedig egyenesen kisül a lélekből, megperzselve tudattalan emberi emlékezetünket úgy, hogy az az értelem hatására sem képes egy-egy igaz mű elolvasásakor vagy szemlélésekor felidézni a fent említett lelki élményt, amit bármilyen semmiség okozhat, és aminek tudása későbbi életünkben is nagy szerepet játszik. Megkérek, aki részt vett ezen a performance esten, Lasza tiszteletére, írja alá, és ez lesz az ő pataki zászlaja. Reméljük. Ez egy szép szám. Mikor ismerkedtél meg a Lacával? Azt hiszem 77 hetet írtunk, és a Bernát Y. Sándor csalta le őket, nem Mező Szemerére, hanem Lenin városban, most Tiszaújváros. Volt egy kísérleti művésztelep ötletem, és akkor embereket kerestünk ehhez. És a Fiatal Művészek stúdiójában senki nem jelentkezett, és Bernát Y. azt mondta, hogy Szentendrén talált hasonszörű figurákat, mint mi vagyunk, és ők lelkesen jönnek. Pár perc múlva kilépek ebből a pillanatból. Pár perc múlva kilépek ebből a pillanatból. Van valami olyan Laca alkotás, amit így fel tudsz idézni, amit ki tudnál emelni, hogy valami meghatározó, ami a mai napig élesen él az emlékedbe? Mondjuk nem a legfrissebbek, hanem így a régmúltból, ami meghatározó volt számodra vagy számotokra. Hát konkrétan nincsen olyan, ami meghatározó van, ami számomra meghatározó, mégpedig egy munkája, egy grafittal, és azt hiszem, hogy színes tussal lemezre festett malac, amit nekem ajándékozott, és ez egy nagyon féltve őrzöm ezt a munkát, tehát ez például meghatározó. Ugyanakkor ehhez kapcsolódóan most föl rém lett lelki személyem előtt az akciója a Vajda Stúdió pincéjében, amikor ilyen malacokat és bárányokat kivágott formába, szépen megfestette, egy-egy Laca mű volt mindegyik, és maga után húzta, azzal a szlógennel, hogy nékem is vannak követőim. Mióta dolgozol a Lacával? Már legalább 40 éve. Elég régóta.
És hogy kezdődött a közös munkálkodás? Sokkal előtte kezdődött. Én gyerekkoromban, amikor kb. 10-14 éves voltam, akkor az én mamám, aki egy áldott jó ember volt, és nem semmilyen probléma nem volt vele, elkezdte, hogy Jancsi, ne legyél olyan, mint ezek itt az újságcikkben. Mert akkor volt az, amikor a Laca, meg az öcsike, meg sok más ember, ugye ez a jól ismert teátrumos botrányuk volt, és akkor én azt mondtam, hogy én ezeket az embereket imádom. Nagyon absztrakt a fény. Mikor távozik a lélek, a test pedig magányos marad. A Lacát körülvevő emberek mindig azt mondják, hogy nagyon inspiráló személyiség vagy jelenség a Laca. Ti hogy dolgoztok együtt? Tehát mondjuk egy ilyen performance-ra, hogy készültök, hogy agyaltok együtt? Nagyon inspiráló. Mind a ketten megszoktuk azt, hogy a művészet az nem egy egotrip, nem egy személyes valami őrület, hanem mindig párbeszéd. Csak azért érdemes csinálni bármit, mert hogy másik emberrel valamilyen fajta kapcsolatba kerülsz. Na most a Lacával ez nekem nagyon jól megy, más embereknek is, mert a Lacával mi együtt tudunk gondolkozni úgy, hogy bizonyos dolgok, bizonyos motivumok egy idő után már nem feltétlenül kell kideríteni, hogy kinek kié, hanem közössé válik ez a trip. Persze. Ezek, mint például egy műhold, teli van értelem. Honnan ismered a Lacát? A Lacát onnan ismerem, hogy hallgattunk bizottság lemezeket Újvidéken, és egyszer csak kitaláltuk, hogy ez egy annyira őrülten zseniális zenekar, hogy ezeket az embereket meg kell ismernünk. És beültünk egy kis, icike-picike Fiatba, és néhányan egy baráti társaság köztük a Bada Dadával, elmentünk a Kelta köz egybe, felkerestük a Lacát, és akkor egyből lett ott egy bizonyos értelemben kellemes egymásra találás, amely hát azóta is azért jobbára folytatódik. Ugye mi intelligens és érzékeny emberek vagyunk, tehát meg tudjuk ezt a dolgot beszélni. Nagyon szép a pizzájuk, nagyon szép. Most uram, ez a dolog kicsit kellemetlen, kicsit kínos. Arról van szó, hogy tulajdonképpen maga a másik muki. Van kedvenc bizottság számod? Ez borzasztó kérdés, tudom, de... Nincs kedvenc bizottság számom. Tehát úgy az egész jelenség volt jó, vagy a lemezeik. Én élőben sohasem hallottam őket, meg én a bizottságban is leginkább a Lacát látom, vagy élvezem az ő megfoghatatlan őrült, eklektikus líráját, persze az összes többit is szeretem, de az valahogy az egészben talán a legmegfoghatatlanabb dimenzió, és azt gondolom, hogy Lacában is talán az a legkülönlegesebb, az egész magyar művészeti palettán ő a legnehezebben besorolható egyéniség, poétika és így tovább, aki mindig meg tud döbbenteni új gondolatokkal, őrületekkel, megfoghatatlan új találmányaival, úgyhogy a Laca egy örök ifjú géniusz, és ezt szeretjük benne, hogy mindig látjuk. Köszönöm,
Mióta ismered a Lacát? Hát ez nagyon furcsa történet, mert én ugye amikor felolvastam ezt a rövid szöveget, nem mondtam el, hogy én 10 évesen a Barcsai, majd Pirk János szakkörbe jártam Szentendrére, tajtótfalui kis paraszt gyerekként. És amikor 72-ben először voltak ott a templomtér, a váró, mi így hívtuk, nem váróldal, az igazából ott az a templomfalnál ki voltak rakva ezek a fura propelleres, meg egyéb dolgok. Alig alakult meg a Vajda stúdió, és a Pirk János bácsi, meg a Nyenyő bácsi, a Barcsai Jenő mondta, az vasárnap délelőtt volt, hogy gyerünk, menjünk, nézzük meg a fiatalokat. És én akkor alig, hát akkor voltam 12 éves. És én akkor még nem ismertem a Lacáékat, de viszont volt egy olyan fura dolog, hogy mivel hogy szinte gyerekként rajzoltam, az Aknai János meg sokan, abban a szakkörbe jártak, és a végén kialakult egy olyan dolog, mint amikor a kisgyerek úgy figyeli a nagyokat. Hát a Papszigeten nagy buli volt, amikor már kisképzős voltam, akkor már ott a Gazitól kezdve, Vahorn, Laca, mindenki. Az az igazság, hogy korán én is elkezdtem kortyogatni, mert még gimnazistaként már ezekre a bulikra eljártam, meg itt volt a Horányi Sanyika és a Barackos úti házi dzsemberik voltak. Ez is olyan 76-78 között, én már akkor mindig a belépő egy ilyen kis zöldkupakos rizling volt, ugye, hát azt az ember elviselte, mert abban az időben pár 10 forint volt egy ilyen. Úgyhogy az az igazság, most ezzel nem azt akartam mondani, hogy az alkohol vezetett el az ismeretségig, de én arra emlékszem, hogy amikor pont ilyen piszuár előtt úgy pisítem, és akkor mondtam, szia, és akkor azt mondtam, öcsikkel, azt mondta, ki ez a gyerek? Ez az esendő, ez a befogadó, tiszta dojó. Mert az emlékek hálóját kivetítjük a jövőbe, mert lehet, hogy az időt inkább lassítani kellene, talán azért is kapaszkodunk az emlékekbe, hogy az időtlenség elillanó érzését megkaparinthassuk. A végtelen csak egy pillanatra. Keserédes, rezignált szürrealizmus. Kelet-európai sültrealizmus. Ha már hamvas legyen, vörös idéztem. Éppen ez a tétovasság, ez a botorkálás a fő ösztönző erő, amit én termékeny bizonytalanságnak nevezek. Mert az utolsó pillanatig jobb kételkedni, jobb keresgélni, tapogatózni, csak így foghatjuk meg, dojó, mint világmetafora. A kicsinységben, a nem haladásban, a zsugorodva tágulásban, a nem haladásban, az alig mozgásban, a lemondásban, a nem akarásban, az öröklét vágya csak a mulandóság érzettel teljesedhet ki. Ez a botorkáló mentalitás, ez a kelet-európai lelkület, amitől szeretnék megszabadulni. Ami talán jellegzetességünk, de mindez csak téveszme. Ami logikátlan, irreális, de egy váratlan megvilágosodási gesztussal kicselezzük ezt a tétovaságot. Mert a befelé fordulás adja a középpontot, ahonnan szemlélhetjük a világot. Tehát a dojó egy taktika. Persze mindez egy másik kábrázat. Pábitel mondja Arabál, viszont a bölcsesség következménye a radikalizmus elhagyása. Nincs miért kapálózni. Az alig cselekvés hatékonyabb, érzékenyebb, mélyebb. Hadd ne mondjam, lírai. Az antihérosz is nemesedik, egyszerűsödik, csiszolódik. Az antiművészet pedig kanonizálódik. A világ szabad, rohan, hogy lehagyja önmagát, de mindez odakín van, ideben dojó van, szemlélődő, kozmotudat, lassú, hömpölygő, mulandó, de mégis változik. A dojó viszont rohan. Nem, a dojó nem rohan. A dojó lassan hömpölyög. Nem globális tudat. A kozmotudat mozgatja, lassan, érlelődve, megfontoltan, mint az öreg Isten töprengve. A dojó el üzeni, hogy lassítsatok, a radikális antiművészet is betokozódott a kényszerrohanásba. Az a másik antiművészet, zárójel, dojó, bensőséges akar lenni, mert zaklatott, mert nem zaklatott, befelé figyelő, esendő, melankolikus. Mert a rohanás csak veszteség, a rohanásban elhagyja önmagát, elveszíti a lényeget. Persze a lényeg, ahogy mondtam, éppen a lényegtelenségen keresztül bontakozik ki. A lázadás már csak elvált rudi. Nincs neodojó, nincs posztdojó, nincs pseudodojó. A dojó megfoghatatlan, mint a talgó. Istenéves.